Nagy tisztelettel köszöntök minden kedves megjelentet Csetépőség önkormányzatának közmeghallgatásán. A mai napirendi pontok a következők. Első napirendi pont rendőrség közbiztonsági beszámolója 2023 évről. Második napirendi pont Csetépőség önkormányzatának közmeghallgatása, beszámoló a 2023 évben elvégzett önkormányzati munkáktól és beszámoló a 2024-es évre tervezett fejlesztési tervekről. Előterjesztő vagyok. Ezt követően a lakossági kérdések kerülnek feltevésre, amelyekre igyekszünk válaszokat adni. Az elmúlt évekhez hasonlóan természetesen nem csak a polgármester tart beszámolót, hanem a képviselők is néhány mondatban majd összefoglalják tevékenységüket, amit a Csepin településért tettek az adott évben. Szeretném kérdezni tisztelettel a képviselőtestületet, hogy ki az, aki elfogadja a felsorolt napirendi pontokat. Kérem készfeltudásra jelezzen. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy 6 igennel elfogadásra kerültek a napirendi pontok. Akkor a rendőrségi beszámoló. A rendőrségnek megküldtük a meghívót, mivel az állomány létszáma az ugye évről évre csökken, és még átvezérlések is vannak itt, sajnos jelezte Róka Attila úr, hogy fizikailag nem tudnak itt lenni. Elküldték az írásbeli beszámolójukat, amit én most igyekszem felolvasni. Ez két oldal, szerintem 8 percbe bele fog férni. A közbiztonság szempontból a rendőrös illetékességi területére vonatkozóan elmondható, hogy mentes mindenféle szélsőségektől, nem jellemző erőszakos, garázda vagy sorozat jellegű, sokakban megbotránkoztatást keltő cselekmények elkövetése. Kiegyensúlyozott bűnügyi, köz- és közlekedés biztonsági helyzet jellemzi a területet. Csetén település biztonsági helyzetére vonatkozóan is összességében elmondható, hogy nem tartozik az őrs a bűnügyi és közbiztonsági értelemben vett fertőzött területek közé. A rendőrös illetékességi területére jellemző kiegyensúlyozott közbiztonsági helyzet tekintetében Csetén település vonatkozásában lakosainak számára, területnagyságra, gazdasági és közlekedési viszonyaira tekintettel elmondható, hogy jó helyet foglal el, mivel az említett tényezők akár jogsértések magasabb számát is indokolhatnák. Települési viszonyok tükrében alacsony számú községet és annak közigazgatási területét érintő jogsértő cselekményre számolhatók be. 2020 évben összesen 15, 2021 és 2022 évben 9-9 ügyben kellett büntető eljárást indítani. Ebben az évben pedig 2023. 11.29 napi adat szintén 9 olyan cselekményt regisztráltunk, melyek büntetőeljárás indítását tették szükségessé. Arányaira nézve, tehát a jogsértő cselekmények számának stagnálásáról tudok beszámolni. Az lenne a jó, ha ez a számadat nulla lenne. De lássuk be, ez egy elérhetetlen célkitűzés. Viszont törekszünk arra, hogy a településhez köthető jogsértések száma alacsony szinten maradjon. Tehát alacsony adatokról számolhatok be, viszont azt meg kell jegyezni, hogy a számolatok mögött mindig sértettek vannak, akiknek az az egy jogsértő cselekmény is sok, amelyet sérelmükre elkövettek. Törekszünk a jó tendenciák fenntartására, javítására, annak érdekében, hogy a településen élők szubjektív biztonságérzete kifogástalan legyen. 2023 évben indított büntetőeljárások többféleséget mutatnak. Jellemző elkövetési tárgyak veszélyeztetett értékek nincsenek, de elkövetések eseti jellegűek. A korábbi években a jogsértések jellemző hányadát a vagyoni javakat sértő cselekmények tették ki. Tavaly 2022 évben azonban mindösszesen 2 lopás bűncselekmény történt. Ebben az évben pedig november végéig 4 vagyoni javakat sértő cselekmény miatt kellett eljárást indítani. Jellemző tendencia az elmúlt években, hogy a klasszikusnak mondott lopás bűncselekmények háttérbe szorultak. Az online tér használatának elterjedésével azonban megnövekedett az ennek felhasználásával elkövetett csalások, lopások száma. Csetén település viszonylatában is arról tudok beszámolni, hogy a fent említett 4 esetből 3 is ebbe a körbe tartozik. Egyik esetben internetes vásárlás alkalmával a megrendelő kapott terméket ugyan, de nem azt, amit rendel, hanem egy sokkal silányabb minőségű és értékű állat kapott. A másik 2 esetben pedig adathalász tevékenységgel megszerzett bankkártya és bankszámla adatokkal visszaélve károsították meg a sértetteket, illetve azokban bankszámláit. Ezekre jellemző elkövetési módszer, hogy a csomagküldő szolgálattól, pénzintézettől, egyéb szolgálattól
e-mail címre érkező üzenetekben adatok megadására vagy applikáció letöltésére kérték a sértettet, akinek a bankszámlájához így korlátlanul hozzáférhet. Persze a kapott e-mail csalótól érkezett és nem az abban feltüntetett feladótól. Az online tér felhasználásával elkövetett cselekményeken kívül egy esetben kaptunk bejelentést lopás bűncselekményében, melyben helyi gumiszeréssel foglalkozó vállalkozó tett feljelentést, mely szerint 8 darab gumiabroncs ismeretlen körülmények között eltűnt. Ezen kívül 5 ügyben indult büntető eljárás a település érintően. Házastársak közötti rendszeres erőszakkal párosuló konfliktus miatt indult kapcsolat, erőszak bűncselekmény szerinti büntetőeljárás a férj ellen. Családon belüli erőszak körében tartozó cselekmények elleni fellépést kiemelt jelentőséggel kezdő a rendőrhatóság, melyek alkalmával a szükséges feltételek fennállása esetén a vonatkozó szigorú rendelkezések elrendelése szükséges. Távoltartás, büntetőeljárás elrendelése stb. Ittas vezetés miatt indult eljárás egy helyi férfi ellen. Az ittas vezetéssel kapcsolatban továbbra is null tolerancia érvényesül a rendőrhatóság részéről, melynek betartása fokozottan kerül ellenőrzésre. Közlekedési baleset okozása miatt került felelősségre vonásra egy gépkocsi vezető, a közúttes széléről történő elinduláskor nem adott elsőbséget az úton haladó motorkerékpárnak. A két jármű ütközése során a motorkerékpár vezetője súlyos sérülést szenvedett. Garázdaság bűncselekmény miatt vonják felelősségre azokat a helyi férfiakat, akik a település vonalapi rendezvényén erőszakos, garázda, bántalmazási jellegű magatartást tanúsítottak. A rendezvényen 2 ilyen jellegű cselekmény is a hatóság tudomására jutott. Így 2 eljárás is folyamatban van a vonalapi rendezvényen elkövetett cselekmények miatt. Fontos megemlíteni, hogy mindkét elkövetésnél szerepet játszott az érintettek alkoholos befolyásoltsága. A település közlekedés biztonsági helyzetét alapvetően a település átszelő Zirc felől Mór irányába vezető 82-16-os számú út forgalma határozza meg. Az út forgalmasnak mondható elsősorban Mór Székesfehérvár irányában, a munkavégzés céljába utazó forgalom miatt. A település beletöleti útjait elsősorban a helyi lakosok, illetve a településre meghatározó célra érkezők használják. A 82-16 számú út jelentős forgalma ellenére rendkívül kevés a rendőri intézkedést igénylő közlekedési balesetek száma. A fent említett sérüléssel járó közlekedési baleseten kívül 2023 évben egy alkalommal kellett kollégáinak intézkedni. A 82-16-os számú út külterületi szakaszán Duda irányába. Sérülés nélküli vademütéses közlekedési baleset történt. Hozzá kell tenni mindenképpen, hogy a felsoroltak azok az esetek, melyek a hatóság tudomására jutottak. Sérülés nélküli balesetek esetén, ha a felek megegyeznek a felelősség kérdésében, nem kötelező a hatóság értesítése. Rendőri intézkedése nincs szükség. Úgy gondolom, hogy a jó közbiztonsági helyzet megteremtésében és fenntartásában jelentős szerepe van a településen működő polgárőr egyesületnek. Számos esetben vettek részt, illetve hajtottak végre biztosítási és ellenőrzési feladatokat, melyen rendkívüli módon segítették a rendőrhatóság munkáját. Ezúton is szeretném megköszönni áldozatos munkájukat, és a jövőben is törekedni fogunk a jó kapcsolat fenntartására. Szintén köszönettel tartozunk település önkormányzatának a munkához nyújtott segítségért és együttműködésért. Az ÍSZ rendőrös állománya nevében is bízom a jövőre vonatkozó hasonlóan jó kapcsolat fenntartásával. Zirc 2023. november 30. Róka Attila, rendőr alezredes fősparancs. Köszönjük szépen a beszámolót. Akkor elkezdődik egy Cseténközség önkormányzatának beszámolóját. Ugye a következő dolgokról fogok beszélni, a következő igyekszek 30-35 percbe beletérni. Egyszerre beszélek az adottságokról, megvalósult fejlesztésekről, a jövőbeni fejlesztésekről, az önkormányzat anyagi helyzetéről, itt a források felhasználásáról, és egy via lesz az önkormányzati vagyonról. Az adottságokat azokat mindig úgy tesszük meg, hogy 2014-hez viszonyítjuk, hiszen a testület az én vezetésemben 2014 óta dolgozik,
Ugye a Csepénnek mindig is jók voltak az infrastruktúrális adottságai, hiszen megfelelő közművek, elégséges állapotú belterületű út és járdahálózat, két csoportos óvodánk volt, bár életveszélyesség nyilvánított iskolai tornatermünk volt, közétkeztetésnek helyet biztosító épületben beomlott födém, de volt, ahol tudtunk főzni. Volt orvosi rendelőnk is, amiben igaz kinőtt a fa, és volt egy használhatatlan balszárny, hol is egy kastély és egy leromlott jobbszárny. A település adottságai voltak még az, hogy több mint 60 óvodástól gyermekünk volt, volt és van 8 osztályos általános iskolánk, és napi 170 gyermek és szociálkező. A helyben lévő háziorvos és védőnői szolgálat. Ilyen adottságokkal, bár vannak lesújtó részek, nem sok település rendelkezett 2014-ben sem, így ezekre az alapokra lehetett jól építkezni. Az elérhető cél már akkor is az volt, első lépésként, hogy az alapok a nevelési intézeteket bővítsük, a személyi állomány fejlesztését. Talán mindannyian emlékeznek, hogy két csoportos óvoda volt, ami teljes kihasználtsággal ment, az is előfordult, hogy csetény gyermekek nem járhattak a csetényi intézménybe. Ezért a legfontosabb, hogy a lakosságot úgy tudjuk jól kiszolgálni, hogyha a gyermekeket és az egészségügyi ellátást helyben magas színvonalon tudjuk biztosítani. Ezért határoztuk meg második lépésnek már akkor, az egészségügyi szolgáltatásokat megerősítettük, és vizsgálati eszközök beszerzését és infrastruktúra fejlesztését. Harmadik lépésként gazdaságfejlesztést tűztünk ki célul, hiszen a két első lépés teljesül, akkor utána a helyben lévő munkahelyek a legfontosabbak, hogy az itt élőknek ne kelljen távolra menniük, lehetőség szerint helyben tudjanak elhelyezkedni. A negyedik lépésként pedig a turisztikai fejlesztést írtuk fel, mert a turisztikát mindenki szereti fejleszteni, bár az én személyes véleményem és településvezetőként is a véleményem az az, a turisztika az nem megélhetési forrás, hanem csupán jövedelem kiegészítő forrás. Röviden a megvalósult fejlesztések, ugye eddig az ideig, hogy itt az óvodát láthatjuk, hogy az hogy nézett ki régen, nem baj, hogy erre mindig emlékezünk, hogy milyen állapotok uralkodtak 2014-ben, és milyen állapotok vannak ma, és hogy néz ki a mai napon. Mind a konyhája, mind az épülete, a benne lévő eszközökkel, fejlesztő eszközökkel. Ebbe is az önkormányzat hatalmas önrészeket tett már az kezdetekor, hiszen a belügyminisztérium által biztosított forrást kellett kiegészítenünk. Akkor közel 70 millió forinttal. Az egészségházat is ugye újjáépítettük, talán emlékszünk rá baloldali képe, hogy nézett ki. Most pedig ugye egy teljesen korszerű egészségügyi egészségházunk van, ami az önkormányzat tulajdona a mai napig is. A védőnői szolgálat az átadásra került az Országos Kórházi Főigazgatóság részére, de hozzá kapcsolódó egyéb infrastruktúrát a település továbbra is tulajdonolja, és ez így is marad a jövőben is. Sajnos a fogorvosi rendelő az kialakításra került, de fogorvosunk még nincsen. Ígéretünk van rá, hogy jönne a fogorvoshölgy, csak ahhoz a széket és röntgent kellene venni, mert akkor van értelme a széknek, ha nem kell elhagyni a falut azért, hogy a szolgáltást igénybe tudják venni, ha pedig már minden úgy kezdődik, hogy egy röntgent kell hozzá vásárolni. Így a fogorvosi szolgáltás elindításának a költsége meghaladja a 25-30 millió forintot, ami nem a szék miatt van, maga a szék is egy 8 millió forintos tétel, hanem a röntgen az, ami nagyon sok pénzbe kerül. Sajnos az elmúlt években a Magyar Falu programban sem volt arra lehetőség, hogy ilyen méretű egészségfejlesztési pályázatot benyújtsunk. Ugye a gazdaságfejlesztésnél a környezet, ugye az maga a település határában működő iparcsarnok, ugye az önkormányzat kialakított egy iparterületet, ahol 5 darab fúrközműves tereket építettünk ki. Egy helyen van az önkormányzatnak a kicsi raktára, ahol az Ölbakonyért Non-Profit Kft. Munkatársai székelnek, onnan indulnak, akár hótoláskor, akár favágáskor, bármikor, az egy korszerű épület, és ugye van a közel 100 főnek munkát adó Balonfeltöngői Kft.-nek az üzeme. Ezen kívül természetesen célunk lehetne az, és célunk is, hogy további betelepülő üzemeket tudjunk ide csábítani. 2022-es évben volt rá egy élő megkeresés Svájcból, és a szükséges dokumentumokat elküldtük, tájékoztatókat megtartottuk, de pozitív előrelépés a mai napig nem történt, nem csak Csepénre, hanem Magyarországon sem. Így akár még az is meglepő jövőben, hogy a Balluf mellett egy újabb üzem épüljön. Bár az én személyes meglátásom az az, hogy maga itt helyben maximum 200 embernek szabad munkát adni az iparterületen, azt fölé nem szabad menni, hiszen akkor megint kialakul egy olyan versenyhelyzet, ami egy folyamatos fluktációhoz és vándorláshoz vezetne, és nekünk fontos megadni a biztonságot a helyi nagy foglalkoztatóknak, hogy a kicsiknek is, hogy olyan környezetet garantáljunk, ami ő számukra kedvez és hosszú távon képzelik el jövőjüket Csepénben.
Jelenleg ugye itt vagyunk a Holicser kastélyban, ugye talán ez volt eddigi tevékenységünk egyik legnagyobb fejlesztése, hiszen ugye ez a kastély rendkívül rossz állapotú épület volt még 2018-ban is, ugye azt követően kezdődött egy nagyon hosszú felújítás, ami több forrásból terülött össze, az önkormányzat is rengeteg saját erőt beletett ebbe a fejlesztésbe. Azért most már két éve működik, hiszen 2021. szeptember 18-án adtuk át. Idén megközelíti a látogatók száma 2500-at. Igen, jó. Múltkor még ez a statisztikai adat volt. Ha ez szépen lassan emelkedik, ugye én elmondtam már azt is az előbb, hogy a turisztika az nekünk nem lehet akkora cél, hiszen az jövedelem kiegészítő. Így alapvetően mi most tanuljuk meg azt, hogy hogy kell vendéglátást végezni, hogy kell a turisztikát fejleszteni. Kis lépésekben megy. Az első évben 800 látogatója volt az intézménynek. Idén évelején a közművelési munkatársal egyeztetve megszólítottuk a térség nyugdíjas csúdjait, iskoláit, leveleket küldtünk, felhívásokat küldtünk, és igen, jönnek és látogatják az intézményt. Ugye a pincét ugye berendezünk 2024 májusáig, és akkor ott egy ilyen folklor pincét fogunk tudni kialakítani, ami egy újabb attrakcióként tud majd megjelenni az ide látogatók számára. Ezzel is tudjuk majd növelni az itt töltött időt, és nem utolsó sorban a bevételt, hiszen ha többet szolgáltást adunk, akkor többet bevételre is jogosan tartunk majd igényt. Én Marton Tina, a kolléganőknek köszönöm az egész éves munkáját, hiszen tényleg Csetélynek újból van kulturális élete, és van pozitív hírértéke, hiszen jó a közösségi médiában a megjelenésünk, de az még az offline médiában is, a papíron alapú dokumentumokban is megjelenünk többször a naplóban, és mindig vannak programjaink, amire egyre nagyobb számban látogat a település, és minden korosztálynak tudunk programot biztosítani. Ebben hatalmas munka van. Gondoltam, hogy majd egész januárban szabadságon lesz, de elfelejtettük, hogy a kultúra napja az januárban van. A többek között. A másik, a legutolsó fejlesztésünk, amit nem olyan régen adtunk át november 7-én, ez a bölcsődei fejlesztés. Érdekes kontraszt az, hogy a háború meg a Covid milyen áremelkedéseket hozott az építőiparba, de maga az épület a megvalósult minőségben, árérték arányban még mindig jó, és teljes, hát én ezt full extrásnak gondolnám a bölcsődei épületet. Maga a kastélyépülethez viszonyítva is egy szinten magasabb minőséget is képvisel még, és nagyon jó funkciója lesz a gyermekek számára. Ez tegnap derült ki mindannyiunknak, hogy ugye 2012 fős csoportot szerettünk volna működtetni a bölcsődében, de szólt a kormányhivatal, hogy olyan minőségű, illetve olyan méretűek a csoportok, hogy 2014 főre is megkapjuk az engedélyt. Köszönjük szépen a bizalmat, de a születések száma azért nem feltétlenül indokolja azt, hogy ezt 100%-os kihasználtsággal lehet majd így működtetni, ezért ugye a bölcsőjét azt kinyitottuk, és a környező települések számára is szolgáltást biztosítunk. Az egyéb kisebb fejlesztések, amik nem, azok sem voltak kicsi, egy település adott a település méretéből adódóan, de az előbb elhangzottakhoz képest mégis csekélyek. Ugye kamerarendszert telepítettünk többek között, ami már egy ilyen ifkással is kiegészült küldeti kamerarendszerre. A temetőben hoztunk létre urnafalat, urnaparcellát, illetve a temetőnek a karbantartott állapota maximálisan elégedettséget okoz szerintem mind az ide látogatóknak, mind a település lakosainak. Nagyon nagy munka van ebben a Zöldbakonyi Profit Kft. Munkatársainak. Kialakításra került a közösségi tér, ez egy nagy adóssága volt a település önkormányzatának a fiatalok számára, hiszen évek óta halljuk azt a negatív kritikát, hogy a fiatalok nem tudnak hol szórakozni, ezért mindig a bolt előtt vannak. Most ugye ott van a kampuszkapu, bármi csak egy pingpongasztal van benne, de mind társasjátékot, mind dárctáblát szeretnénk majd felszerelni, viszont várnánk azt a jelentkezőt, aki azt mondja, hogy akkor egy kicsit gazdája leszek. Mert hogy az biztos, hogy az önkormányzat nem tudja bevállalni, hogy valakinek oda fizetést ad, hogy ott a rendet felügyeli. Van erre jó példa, hiszen az önkormányzat épületé is ugye felújításra került, és ott a régi edzői lakást, tehát sokak által ismert, azt odaadtuk a fiataloknak azzal a céllal, hogy konditermet rendezzenek be,
és azt is ugyanazt tettük, hogy megkérdeztük, hogy lesz-e valaki felelőse. És egy fiatal srác vállalta családjával együtt, hogy ők a felelősek, van neki nyitvatartása, karban tartják szépen, és nagyon jól működik. A látogatók száma is folyamatosan növekszik, és jó az eszközök állapota is talán javul. Az eszközbeszerzésünk is volt ugye régen, pont tegnap volt egy kérdetlen üzenet számomra a UL takarítás minőségével kapcsolatban, amit én nehezen tudok elfogadni, hiszen egy napig sem volt problémánk. Talán az első reggel volt egy kicsi sózási gondunk, mert hogy nem sózott a vállalkozó, majd azt követően ezt a hiányt is pótoltuk, de a település útjai megfelelően karban vannak tartva, és ugye ma már talán bukásás sem, hiszen minden le van tolva. És 2014 előtt egy Suzuki Wagoner busszal sikerült működtetni a falut. Ma egy komoly flotta áll rendelkezésre a kollégáknak ahhoz, hogy a települést tudjuk működtetni, akár a kisbusz, vagy inkább kisbuszokat is nevezhetjük, hiszen a sportegyesületnek is van kisbusza, és a sportegyesület is a település része, és azt is használja a település. De ugyanúgy két flottos autóval rendelkezünk, amiből az egyikkel kiszállítjuk akár a zöld hulladékot, a hulladéknak nem nevezhetjük, bocsánat, múlt héten mondták a kormányhivatali ellenőrzésnél, az apró ágakat kivisszük és tároljuk, majd azt követően daráltatjuk és elviszik, mert az nem hulladéknak minősül. Aztán azon kívül ugye van étkódolatunk, amivel a szocétkezőknek, aki igényli, házhoz visszük az ételt, de rengeteg egyéb eszközünk van a fűnyíró traktorokon keresztül, a fükaszáig, tényleg nagyon komolyan felszereltük az önkormányzatot az elmúlt 8-9 évben. Irigykedve nézik ezt a környező települések is. Ugye az önkormányzati épület is teljes körülbelül megújult, annak ünnepélyes átadót nem is tartottunk eddig, szerintem már ezután sem fogunk, már teljesen megszoktuk, hogy nekünk ilyen önkormányzatunk van. Ugye ott történt egy kis struktúraváltás is, hiszen a kastélyba átköltöztettük az esküvőket, mert ez egy sokkal nemesebb, egy sokkal szebb hely egy esküvői szertartás megtartására, mint maga az önkormányzatok a hátsó terve, azt is közösségek tudják használni, és a mai napig használják is. Még a kezdetek kezdetén az ötszögletű focipályát is ideírtam, a rekordtános focipályára, nem tudom még ki emlékszik, hogy az régen egy ötszögletű bitumenes pálya volt, ma egy rekordtános pálya, aminek az a része, ami volt szakadva, megint elkezdett süllyedni, ezt múltkor már vizsgáltuk. 7 vagy 8 éve építettük ezt a rekordtárost, majd adunk bele egy pályázatot a Klebersbergkel közösen, és akkor annak a felújítása is meg tud történni. Bár nem önkormányzati projekt volt, hanem a Klebersberg központ kezelésében valósult meg az iskolának a fejlesztése, de az önkormányzat 6-6-os közreműködésével, tehát az is egy részben sikeres projekt, azért csak részben sikeres projekt, mert a pálya, a tornaterem, ami megépült, az egy kicsit kicsi lett. Érdemesebb lett volna egy kicsit nagyobbat építeni, mondjuk egy 6 méterrel szélesebbet, meg egy 10 méterrel hosszabbat, hogy akár még minősíteni is lehessen, mert így valójában van egy hatalmas tornaszobánk, de ez mindenképpen pozitív előrelépés ahhoz képest, hogy milyen intézmény volt régen 2014 előtt, hiszen talán vannak itt olyanok, akik velem együtt fönn voltak a tetőn, amikor húztuk el rajta fóliát, hogy ne ázzon be még jobban az épület. Tehát tényleg szörnyű állapotok voltak, de most már a gyermekeink megfelelő minőségű intézményben tanulhatnak, és bízunk abban, hogy a tanári kar is majd szépen folyamatosan megújul, ami nem azt jelenti, hogy elmennek, hanem azt, hogy akik nyugdíjban mennek, helyükre érkeznek fiatal szakképesített tanárok, hát ez jelenleg rendszer szintű probléma Magyarországon. Az önkormányzat nem rendelkezik még ingatlannal, ahol a tanárokat el tudnánk helyezni, de szeretnénk ezt is megoldani, ezen is erősen gondolkozunk, tervek már vannak, talán 2026-ra oda lehet érni, hogy legyen újból tanári lakása az önkormányzat. Aztán az előttünk álló fejlesztések, ugye jelenleg Magyarországnak nincsen megállapodása még az Európai Unióban a támogatási források ideérkezéséről, talán ma már valami apró pénzt, bocsánat, de a teljes összeghez képest apró pénzről beszélünk csepegtetnek Magyarországnak, de ez még messze nem azok a források, amiket az önkormányzatok fel fognak tudni használni. 3, maximum 4 kiemelt projektet szeretnénk megvalósítani a következő fejlesztésben, amiben plusz forrásból szeretnénk végre befejezni a csapadékvízelvezető árok rekonstrukciós projektet, hiszen ez már egy nagyon régi projektünk, már többször beadtuk,
és valamilyen oknál fogva sosem volt elégre a forrás. Tehát úgy elmentek az árak, hogy amikor lefutattuk a közbeszerzést, akkor nem volt elég fedezetünk, ezért eredménytelennek kellett tenni, de az önkormányzat saját erőből a terveket elkészítette. 5 kilométer hosszú, de szerintem már mindenki tudja, hogy kb. 3 éve mindig elmondom, hogy majd egyszer lesz. Annyira sokba kerül, hogy ezt az önkormányzat saját erőből ekkora fejlesztést nem tud megvalósítani. Ha véletlenül oda kerülnénk jólétben, hogy bármit megtehetnénk, akkor lehet, hogy nem lesz addig EU-s pénz és nem kapjuk meg ezt a támogatást, akkor lehet, hogy kicsienként elkezdjük az árok felújítását, helyrehozását, mert az önkormányzatnak ebben az esetben a fő célja az inkább az volt, hogy az Európai Uniós támogatásból megcsináljuk a csapadékvízelvezető rendszert, és az önkormányzat saját forrásból hozzáépíti a járdákat. Tehát felújítja a járdákat, így egy kicsit hozzátennénk mi is szokás szerint önrészt. Ugye ez már elhangzott a bölcsöde átadón is, hogy amikor egy település támogatást kap, akkor alapvetően a kapott támogatásból igyekszik megvalósítani valamit minimális szinten, viszont Csetin az elmúlt 8-9 évben a kapott támogatásokat arra használja fel, hogy a lehető legmagasabb színvonal és a legtöbbet kihozza belőle, saját erőbiztosításával is. A csapadékvízelvezető állat az egyik. A másik a gazdaságfejlesztés során inkubátorház létrehozása az iparterületen. Ugye az egy nagyon jó lehetőség lenne, hiszen 5 közműves termék van, amiből még 3 szabad. Az egyiken egy inkubátorházat építeni, így a fiatal generációnak tudnánk biztosítani olyan korszerű ingatlan, ahol kezdő vállalkozásokat el tudják kezdeni. Ha elkezdik a kezdő vállalkozást, akkor kötődnek településünkhöz. Nincs sem Móron, sem Zircen inkubátorház, Várportán van leghamarabb. Tehát ezzel a fejlesztéssel is inkább a térséget tudjuk szolgálni, és így erősíteni tudjuk gazdasági teljesítő képességünket. Ilyen pályázat a TOP 20-ban fog majd megjelenni. A kérdés az az, hogy egy 2000 fős település bele fog-e férni feltételrendszerbe, vagy azt mondanák, hogy 5000 fős. Hát akkor majd megtrókodjuk, hogy írják át a pályázati feltételeket, és írják bele, hogy Csetén férjen bele. Igyekezni fogunk. Tehát, hogy ezzel igazából még jobban hozzá tudunk járni a településünk gazdasági fejlesztéséhez. A másik a közlekedésfejlesztési projekt. Ez nem fog tudni Európai Uniós pályázatból megvalósulni, a méretéből adódóan. Ezt a magyar közúttal terveznénk megvalósítatni, aminek a feltételeiről már több egyeztetés folyt. Itt a feladatunk az majd az lesz, hogy a terveket mi elkészítessük. Ajánlatokat kértünk a tervekre, 3-at, egy érkezett, egy ajánlatból nem tudunk dönteni. Majd jövőnek járunk újból fel, fejlődjük az ingulat és keresünk olyan tervező cégeket, akik képesek erre megfelelő ajánlatot adni. Ugye ez egy elég komplex fejlesztés lenne, a teljes átmenő úthálózat, a főút melletti csapadékvízelvezető árkok felújítása, a járdák felújítása az külön projekt, de a magyar közút kezelésében, de a Rákóczi utcának az újraaszfaltozása egyirányosítása, ez azért fontos, erről beszélni kell, mert hogy a Rákóczi utcában a parkolási szokás az nonsense. Ugye sokkal több autó van jelenleg Csepényben, mint ahány ház. A lakosok nem megfelelően parkolnak, az út szélén parkolnak, ezzel akadályozva a folyamatos forgalmat. Ha a Rákóczi utcát ki szeretnénk szélesíteni, kétirányosítani szeretnénk, akkor ki kell alatta cserélni a szennyvíz és vízbekötéseket. Arra a Bakonykarsz adott már ajánlatot, 160 millió forintot. Az önkormányzatnak sose lesz ennyi pénz. Ezért egy irányosítással lehetne megoldani azt, hogy a Rákóczi utca élhetőbb maradjon, viszont ha egyirányosítunk, akkor a település központjában lesz szükség arra, hogy egy csomópontot létrehozni, akár körforgalom formájában, akár egy kisebb sziget formájában, ez majd a tervezői feladat, de mindenképpen a kivitelezést azt a magyar közút. Ez olyan, mint a Klebersberg, a Klebersberg megcsinálta az iskolát, mi örültünk neki, a magyar között csinálja meg az utat, mi örülünk, és majd átvágjuk a szallagot. Ugye itt a képviselőtestületben döntött arról, hogy ez a projekt ugye a méretéből adódóan lassan halad, ezért valószínű, hogy 2024 első fél évben az ebrákat megcsináljuk. Kettőt mindenfajta különösebb probléma nélkül meg tudunk csinálni, a központban és a Buffé Kft. Előtt. Hiszen annak semmilyen egyéb extra fejlesztési igénye nincs, egyedül a lámpáknak a lumen számát kell növelni. A másik, ami a
a régi buszmegállóban, a következő buszmegállóban van, annak a fejlesztését azért nem tudja az önkormányzat bevállalni, mert ott napot kell építeni kiemelt járdát az út mellett, a jobb oldalon, az Orbán háztól, az Alberték szülői házáig, és az egy rendkívül bonyolult építési megoldás, hiszen ki kell emelni a járdát, korláttal kell ellátni, ott vannak még oszlopok is, így azt a járdát biztos, hogy a saját projektben nem fogjuk tudni megvalósítani. Ez a három projekt, amiről érdemes beszélni. A másik projekt még, ugye a településfejlesztéshez tartozik a telkek kialakítása. A Csetépőség önkormányzata sikeres tárgyalásokat folytatott le 95%-ban, így közel 3 hektár, 28.900 négyzetméternyi területet vásárolt a Törekvés utca végén. Tegnap megvolt a megyei főépítéssel való egyeztetés is. Itt el fog indulni 2024 elején már a közművesítés tervezése. A fiatalok aktívan érdeklődnek, hogy mikor építkezhetnek, hiszen mi a telkek kialakítását úgy kezdtük, hogy megkérdeztük, hogy van-e rá igény. Alapvetően a településen minden szolgáltás elérhető, tehát így az igény hozza magát, hogyha van minden, akkor miért költözzek el, vagy inkább jövök ide. Tehát nekem nagyon, én nagyon megijedtem akkor a tragédiasra, amikor a Pártfáj Patikával bekövetkezett a tragédia, hogy nehogy az legyen, hogy bezárt. Mert ha bezár egy gyógyszertár, annak nagyon negatív következményei is lehetnek, hiszen az embereknek szükséges elmenni gyógyszertárba máshova. Ha elmentek máshova gyógyszertárba, akkor vesznek majd mások kenyeret, tejet, és akkor a helyi közületek, helyi kisboltok is előbb-utóbb bezárásra tudnak készülni, hiszen nem akkora árbevételük, nem akkora forgalmuk van, ami extra haszonra ad a lehetőséget, hanem minden egyes apró fillérért meg kell küzdeni. Ezért okozott gondot januárban a Magyar Bank Holding által megszerzett, régen települési tulajdonban lévő takarékszövetkezetnek az elinstandolása és a magának az intézménynek a bezárása. Bár én magam meglepődtem és egyben szomorú is voltam azzal kapcsolatban, hogy szerintem engem ez sokkal jobban zavart, mint azokat, akiknek számlájuk volt. Hiszen rengeteg egyeztetést folytattam le azért, hogy ez a takarék megmaradjon. Levelet írtam a Barna Zsolt elnök vezérigazgatónak, sőt Orbán Viktornak is ajánlva küldtem levelet, hogy jöjjön már be és szimbolikusan fizessünk be 10.000 forintot valami alapítvány számlájára, de hogy ne zárjuk be, mert maga ez az egység, mint a Csepényi takarék szövetkezet, ez megérte, hogy fennlegyen, hiszen három önkormányzatnak a számláját vezetik, és körülbelül 1000 ügyfél számlát vezetnek, amiből 250 vállalkozói számla. Azért ezek olyan mennyiségek, ami igenis megadja az alapot, hogy ez tudjon működni, csak amikor egy ilyen nagy vállalat így dönt, akkor ő nem azt nézi, hogy a mucsajröcsögén lévő kis bankfiók az nyereséges, hanem azt nézi, hogy az egészet, csinál egy ilyen overhead számítást, hogy mennyi a működési költség, és akkor amikor a csetényi kis irodának a működési költségére ráterhelik a vezérigazgató bérének az x hányadát, akkor persze, hogy veszteséges lesz. Tehát ezt sajnos így gazdaságilag fenntartani nem lehetett. Én ezt a mai napig nagyon sajnálom, de rendkívül érdekes volt, hogy a település nem mozdult meg ezzel kapcsolatban, tehát semmilyen hiszti zaj nem volt. Akkor sem lett nyitották volna újra. De ez mégis azért tanulságos. A következő pont, amit itt még felírtam, hogy a önkormányzatunk működése, ellenőrzések. Azt hiszem 12 ellenőrzésen vagyunk túl a 2023-as évben. Ebben voltak tervezett ellenőrzések, voltak kevésbé tervezett ellenőrzések, de valamennyi ellenőrzésen az önkormányzat sikeresen abszolvált és átment. A kollégák mindig aggódtak, hogy olyan ellenőrzés lesz, én meg mindig mondtam, hogy az ellenőrzésről nem kell félni, mert igazolják, hogy jól dolgozunk. És ez mindig így is lett, hála Isten. De ha véletlenül nem így lenne, akkor megtanulunk a hibáinkból, és majd jobban fogunk dolgozni. De mai napig az összes lefolytatott ellenőrzésnek az eredménye az, hogy az önkormányzati kollégák, a közös hivatalnak a kollégái jól végzik a tevékenységet, amiről szintén hálásak vagyunk. Egy kicsit a bevételekről, adóbevételek. Azért hozzátartozik az adóbevételek alakulásához, hogy Csepényt soha nem jellemezték a
azok az adónemek, amelyeket a lakosságot azért sújtják, bocsánat. Mert nálunk nincsen ebadó, nincsen kéményadó, volt ingatlanadó, de csak az üres ingatlanokra. És amikor megszűntek az üres ingatlanok, mert elkezdték felújítani, és értékesítették a tulajdonosok, akkor azt kivezettük. Mert hogy megígértük, hogy addig van ingatlanadó, amíg arra szükség van. A vállalkozásokat nem sarszoljuk feleslegesen, hiszen őket nem lehetett kizárni az ingatlanadó fizetési kötelezettség alól, hiába helyen vannak, így azt kivezettük az ingatlanadót. Ugye 2020-ban, talán több képviselőtársam is emlékszik, hogy simán megcsináltuk a februárban a költségvetést, ahogy kell, januárban elkezdtük, februárban elfogadtuk a költségvetést, ugye március 16-án betolták nekünk a Covidot, azt utána kitalálta az állam bácsi, hogy akkor viszonylagos hatályon elinstandolja a súlyadót. Úgyhogy arra már kötelezettséget is vállaltunk, hiszen elfogadott költségvetésünk volt. Itt látszik a táblázatban is, hogy akkor milyen adóbevételek voltak, hogy alakultak, és most ugye már megint hol állunk. Ugye a súlyadót is elvitte az állam, ziprőzési adóra lehetett egyedül támaszkodunk, azzal tudtunk tervezni. A látszik némi gazdasági visszaesés, de azért elmutató az, hogy jelentős adóbefizetési kötelezettségeknek tesznek eleget a helyi vállalkozók. Körülbelül 400 ember dolgozik helyben, az 1200 aktív munkaképes kori emberből, ez 30%. Egy kis településen, 2000 fő alatti településen ez egyáltalán nem jellemző. Ez rendkívüli jó dolog. Maga a település határában lévő 100 főt foglalkoztató üzem az ipőzési adóbevételnek több mint 20%-át adja önmaga. Az is egy jelentős tétel, plusz ezen kívül támogatja a település rendezvényeit is. Ha már befolynak az adóbevételek, akkor az adóbevételeknek a felhasználásáról is illik tájékoztatni a lakosságot, ezt körül minden évben feltesszük, csak minden évben változnak a számok. Mert hogy nő, ugye elment egy év, van egy adóbevételünk, azt hozzátesszük. Jól látszik az, hogy rengeteg pénzt teszünk önerőbe. 220 millió forintnyi önerőt tettünk bele 2017 óta a fejlesztéseinkbe. De saját beruházásban 90 millió forintot költöttünk eddig. Saját beruházás egy kerítés építés is. Egy gépjármű vásárlás is többek között. De egy játszótér fejlesztés is, amit mi teszünk meg. Vagy ha bármit kérnek az intézményeink, hogy vegyük meg, mert szükség van rá, akár a gyermekek nevelésére, akár bármi másra, akkor az önkormányzat ezt megteszi. Ezen kívül állammegóvásra is nagyon sokat költünk, és egyre többet kell költsünk állammegóvásra. Mert hogy 2000, és én hiszem azt, hogy az Albert Mihály egy zseni volt. Mert hogy úgy működtetni a falut, ahogy ő működtette, senki más nem lett volna rá képes. És a település működött. A Misivel mi az első ciklusban viszonylag sokat küzdöttünk, talán Endre ott ült a testületüléseken, rendkívül hosszú ülések voltak, éjszakában nyúlóak, nagyon sokat jelentett a tudás, amit ő akkor átadott és információ, de tudta működtetni ezt a falut azzal az egyszerű eszközállománnyal, ami neki rendelkezésére áll. És ugye, mivel sosem fordítottunk vissza pénzt az állam megóvása, ezért amortizálódtak le az épületeink. Ezért nőtt fa az orvosi rendelőbe, ezért romlott be a fölé a szockonyhán, volt dohos az étkező az óvodába, és sorolhatnám az iskolai állapotban, ami ebben volt. De működött, és ez egy nagyon nagy dolog. Biztos, hogy nyugodtabb volt, mint én, amikor fejlesztéseket kell végigvinni. És ahhoz, hogy ezek az infrastruktúrák, ezek az épületeknek az állapotát megőrizzük, ahhoz erre rá kell költeni. Ezen a szinten éppen nem látom, de a felső szinten például az összes ablak között van páró elszívó. Csak azok a kicsi elszívó szivacskák 150 ezer forintba kerülnek egy évbe. Semmi oka nincsen, csak az szolgálja, mondjuk 10 év múlva a 37 millió forintért megvásárolt fanyílászárókat nem kell majd kidobni a minden jóban. Lehet 20 év múlva ki kell cserélni. De hogy az ilyen apró beavatkozásokkal is igyekszünk az ingatlanaink, épületeink állapotát hosszú távon fenntartani. De ugyanez igaz egy nyári festésre, a konyhába, tisztasági festés, önkormányzatnál, bárhol. És ahogy nő a település ingatlan vagyona, hiszen
egyre több intézményünk van, azoknak a karbantartására senki nem ad pénzt. Azoknak a karbantartását az önkormányzatnak saját magának kell igazdálkodnia, és ezt megteszi. Aztán a szociális terület számára is hatalmas összeg a 85 millió forint 2017 óta. Az étkeztetés az egy rettenetesen rossz üzlet az önkormányzat számára, de egy olyan szolgáltás, amit biztosítanunk kell, és fogunk is biztosítani, és mi magunk biztosítunk, nem vagyunk külső vállalkozónak a hóportjára kitéve, hiszen az önkormányzat 100%-os gazdasági társasága végzi a főzést. De 12 millió forintot teszünk hozzá az adóbevételeinkből, csak az étkezéshez, hogy ne legyen még drágább az étkezés. Rettenetesen sok pénz, és ez nagyon-nagyon nehéz kigazdálkodni. A civil szervezetek támogatása az is mindig volt, hiába vitték el a súlyadót, hiába volt Covid, háborús infláció, minden évben igyekeztünk támogatni a civil szervezeteinket, hol egy kis energetikai korszerűsítéshez való hozzájárulással, pont a Pünkösdi gyülekezet az, aki példamutatóan fejlesztette a saját gyülekezeti házát. Ugye ő neki a Magyar Faluban is sikerült 15 millió forintos fejlesztést nyernie, de ahhoz is kicsit tettünk mi is hozzá. Minden évben, az elején talán még bejárati ajtócsere volt, aztán gázkazán, de hogy tudatosan mindig abba az irányba mentek, és van egy gyönyörű épület. Ugye a katolikus egyházal is, hogy annak idején a kastély felújítása során szó volt róla, hogy a kiskápolnát felújítjuk, sajnos azt mi már akkor nem bírtuk, mint önkormányzat, de most újult erővel a 2024-es évben, hiszen a Bulicser Károlyt újra temettük Csepénben, hogy az írszi önkormányzattal lájtunk egy ilyen megállapodást, addig remélem, hogy a katolikus kiskápolnát rendezni tudjuk, és fel tudjuk újítani. Ezt is három lábból kell megoldani, mert az egyházmegye támogatásából, egy magyar falus támogatásból és az önkormányzati támogatásból fogjuk majd megoldani. Illetve ugye nem utolsó sorban idén született szerintem településünk történetének legnagyobb támogatásáról döntés, hogy a 2019-ben megkezdett református egyház felújítási munkálatait akkor az önkormányzat igyekszik kicsit megtámogatni, hogy mielőtt birtokba vehessék a gyülekezeti tagok a megújult templom a településünkön. Ugye mindösszesen 475 millió forint adóbevétel volt már, amit elköltöttünk fejlesztésekre ahhoz, hogy működjön a település. Csepény vagyona, 2022-es adat az utolsó, a 23-as még nem járt le. A 23-as adat az biztos, hogy egy minimális növekményt fog okozni, nem jelentősebb, mert ebben a 2022-es adatban már a bölcsőde is benne van megkezdett beruházásként, de a bölcsődének az aktiválása pénzügyi szempontból még nem történt meg. De 2014 óta bejárt út is jelentős, hogy hova fejlődött Csepény településének vagyona, ezek főleg ingatlan vagyonok, de múltkor testületülésre erről beszéltünk, hogy mennyi lehet a pontos vagyon a településünknek, én azért azt gondolom, hogy ennek sokszorosa. Legalább háromszorosa. Mert a település tulajdonában van az iskola is. Csak a Klebersberg újította fel, így a Klebersberg könyveibe került bele a felújításnak az összege, mint idegen ingatlanban történő beruházás. De nekem azt senki nem mondja, hogy az épület, mert most vagyunk, meg a kastélypark, az mondjuk 300 millió forintot ér. Feltennénk a netre holnap valamelyik nervomak biztos elvinni, de nem tesszük meg, nem adjuk el. Tehát ezért már csak megmondjuk a falu. Tehát én alá nem írnám, az biztos. De ezen kívül a bölcsődei fejlesztésnek az értéke is ugye hatalmas volt, hiszen nettóban 240 millió forint körül volt, plusz ugye még a belső berendezések, de meg lehet nézni az óvodát, tehát tényleg az úthálózat is. Tehát ez a pénzügyileg, a könyv szerinti értékünk ennyi, de a valós használati értékünk ennél sokszorosabb. De azt gondolom, hogy legalábbis én nem tervezem azt, hogy tőzsdére visszük a települést, így bizonyára el lehet fogadni ezeket az értékeket is, és mégiscsak imponáló, hogy ekkora százalékos ugrás volt az elmúlt közel 10 évben. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ennyit tudott fejlődni ez a település ebben az időben, és büszke vagyok arra is, hogy a civil szervezeteink és a közösségeink is fejlődnek.
hiszen az önkormányzatnak nem az a dolga, hogy mindenbe belefoljon, hanem az a dolga, hogy segítse ezeket a közösségeket. Persze egy adott közösség éppen rossz irányban megy, rossz trackben van, és ne adj Isten eladósodik, akkor igen, az önkormányzat lehet, hogy közbeavatkozik és belenyúl, és elkezdi rendbe tenni, hogy utána újból átadja a közösség számára. Erre is volt ugye példa az elmúlt években. Egy példa volt, a sportegyesület, de azért az valamennyire önkormányzat is. De ott is elindult, hála Isten, egy pozitív irány, megváltozott a környezet. Az egyesület eredményei a felnőtt csapatnál még azért nem látszanak, de a gyermekek az utánpótlás nevelésben lévő gyermekszámok nagyon imponálóak, hiszen ott is térségi csapatot tudtunk létrehozni és tudunk működtetni a mai napig, mert úgy szintén nagyon büszke vagyok, és remélem ott is, hogy a Varga Balázs ezt képes lesz sokáig csinálni, hiszen rengeteg erőforrást igényel. De az egyéb közösségeink is, mint az Őszi Rózsa Nyugdíjas Klub akár, mind a Galambászok, talán még a lövészklubunk is működik, hiszen a lövészklubunknak kellene majd csinálni egy új lőpályát, amit igyekszünk majd megvalósítani a következő időszakban, hogyha továbbra is megvan rá az igény az ő részükről. De ugyanúgy, ha egy település elmondhatja magáról, hogy ökumenikus, akkor Csepét biztos, hogy elmondhatja magáról, hogy ökumenikus, mert hogy itt 5 felekezet van, ha jól emlékszem. És itt tényleg mindenki, aki ide jön, megtalálhatja magának azt a közösséget, akivel szeret együtt lenni és egy időt akar tölteni. Ezen közösségeknek is köszönöm az elmúlt éves munkájukat, támogatásukat, és bízom benne, hogy a jövőben is hasonló szinten fogunk tudni együttműködni, mint eddig tettük. Én köszönöm szépen, hogy meghallgattak a mai napon, illetve majd a nézőknek is, akik megnézik a felvételt. Remélem, hogy sokan teszik mindezt, és ha bármiben rendelkezésre tudunk állni, vagy kérdések vannak, akkor állunk elébe és adjuk a szükséges válaszokat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Jó. Akkor én beszámolom, mennyi lett volna. Akkor egy kérdés onnan. Igen, Ferenc? Én azon gondolkodom, hogy ugye azt mondtad, hogy a törekvésből szeretnénk lefelé vinni az utca. A Rákóczi utca végén nem 5 forintba került azt, amit az önkormányzat átköltött, hogy villanyszapokat arra raknak. Ugye a nagy feszültségük, hogy ott lesz egy utca. Csak ugye, amikor ki lett mérve, a terület egy kicsikét kurta lett, én megkérdőjelezem, hogy ott mi azt már egyszer nem 5 forintot költöttünk rája, mint önkormányzat, akkor még hát nem te voltál a polgármester. Hát Cseni bátyám. Igen, mi a kérdés? Az a kérdés, hogy miért olyan utcán akarunk átmenni, tovább építeni, ami előtte már kiterveltünk, és ha belenézel a papírokba, rá fogsz jönni, hogy mennyi milliót költöttünk arra, hogy a Barackosba végigvigyünk egy utcát. Jó. Megvizsgáltuk, több lehetőséget vizsgáltuk a tervek kialakítása során. Szóba került maga Rákóczi utcának is a meghosszabbítása, ahogy szóba került a Kenderföld felé menő út, hiszen Szápárok is biztos megnézik. De Várjál, de szerintem a két település, ha minden jól megy, egy 50 év múlva úgyis összeér. Bár 50 év múlva én már távol leszek. Tehát megvizsgáltunk több lehetőséget. A Rákóczi utcának a meghosszabbításával a következő probléma volt. Maga az út, ami ott megy tovább, az rendkívül keskeny, de ott van hány. Ha befejezem, utána. Jó? Oké. Okay. Köszönöm. Illetve ugye utána ott van egy temető is, ami azért elég súlyos kegyeleti okokat is eredményezett volna. És nem utolsó sorban azok a terhek, amikről beszélünk, külterületek. A külterületeknek a belterületért történő nyilvánításának a költsége rettentően magas. Egy példát tudok mondani, a Balluf, ahol van az iparterület, az egy 2 hektáros terület. Annak, hogy az termőföldből építhető területté váljon, 2 millió forintot kellett kifizetnünk az aranykorona megváltása miatt. Ez semmit nem, csak a művelési ág változás volt annyi. A Törekvés utcának a meghosszabbítása pedig adta magát abból a szempontból, hogy a szennyvízelvezető hálózatnál is a gravitációval meg lehet oldani, és nem kell átemelőt építeni majd. Illetve maga azok a dombozati viszonyok, bár nem kedvezőek, de azok a tengek, ugye jelenleg
besorolás szerint belterület, de alapvetően termőföldként művelik a tulajdonosai. És nekik is nyug volt. Kettő darab tájékoztatást tartottam itt a kastélyban. Az elsőnek az volt a célja, hogy felmérjük azt, hogy hogy gondolják ők. Értékesítenék-e? És hála Isten az önmeglátásuk is az volt, hogy igen, az egy termőföld, aményük. Hiszen munka van vele, hatalmas munka van, más használja eseti jelleggel. Lehet, hogy a kacsáknak éppen adnak egy kis búzát, de alapvetően egyéb hasznok nincs belőle. Volt egy eredeti terv, amit én megmutattam, még azt különben elutasították. A maga az, hogy legyen a telek, arra azt mondták, hogy jó, de azzal meghúztuk az eredeti vonatra, azt mondták, hogy nem. Ezért azt átírtuk. És akkor együtt megbeszéltük, hogy hol menjen a telek határ. És ott hoztuk meg a telek határ. És a 30 évvel ezelőtt volt utoljára telek csetében kialakítva, vagy utcasor, ez az Arany János utcának az eleje, az 30 éve volt. Én magam sem tudtam, csak szólt az egyik állampolgár, hogy 30 éve volt utoljára telek csetében kialakítva. Így most ezt a Törekvés utcáknál megcsináljuk, hogy ez körülbelül 20-22 telekre lesz elég. Én azt gondolom, hogy a következő 30 évben különben nem nagyon lesz új telek a faluban. Tehát ha ezt be tudjuk tölteni, akkor jó. És abban az irányban, amit Ferenc mondott, annak az oka az egyszer a temető volt, egyszer a keskeny útszakasz, ami nem felel meg semminek, és nem lehetett volna hozzávenni, a harmadik pedig az, hogy a bővelési ága nem volt megfelelő. Amúgy tömegben önkormányzati tulajdon volt az egész. De ezt már nem úgy volt. Tudja, polgármester úr, hogy önkormányzati tulajdon volt, csak annyit két házat beépítettek, ezek okoztak. Meg X mérnök volt, nevet nem akarok mondani. Jó, köszönjük az ő nevükben. Ő, aki fél, na nem úgy érelte ki, ahogyan ki kellett volna, de viszont nem ő forint volt a villanyoszlopok áttétele. Ezt jutott a csekély önkormányzat képviselte. Ez tény. De... Hát én a 20 kilomódos vezetékeket arra kellett rakni. Akkor zárjuk, ezt zárjuk le, egy mondattal lezárnám, jó, kifizettük a szennyvízhálózatot és a vízhálózatot, és mégis elvették. Jó? Az a probléma, hogy igazad van. Köszönöm. Jó, esetleg még kérdés? Akkor a képviselőket kérdezném, hogy az jó-e, hogy a polgármester úr megkezdi, és akkor ahogy ülünk így végig, egy-egy beszámolót, vagy néhány gondolatot hozzáfűzni, elmondani az elmúlt év teljesítményéhez. Endre, rendben vagy? Rendben. Vagy Erika, kezdett te, nekem mindegy, be is sorolom kezdve. Nekem is mindegy. Ő ugye az elsőségek kezdett. Hát akkor vissza az időbe. 2010-től 2014-ig a csetényi lakosok jóvoltából volt lehetőségem abban az időszakban testületi tagként az önkormányzatnál részt venni. Akkor, ahogy a polgármester úr elmondja, hogy zseniként működött a Mihály, mert eszközök meg minden nélkül tényleg vitte a település, működött a település. Hát, hogy én akkor mit tettem a faluért? Én úgy gondolom, hogy a csetényi embereket szolgáltam, már a munkahelyemmel kapcsolatban is, mert dolgoztam az itt élő idős embereket. Szerintem ezt erre emlékeznek a lakosok, meg a hozzátartozók. Köszönjük szépen. És próbáltunk az akkori testületbe is, az Albert Mihály polgármester úr testületébe próbáltam úgy részt venni, hogy lelkiismeretesen és a törvényt betartva. A 2019 időben időközi, mi volt az, nem választás volt, hanem a bejutás. Bejutás, amikor Rakovics Mátyás lemondott, akkor itt eltöltöttem, nem tudom, a jó dolgokat megszavaztam, úgy érzem, mert akkor már Bölcsödének a megszavazásában részt vettem.
rövid volt az az idő, volt egy választás, arról inkább nem beszélnék, arról a 2019-es, mert ez egy gyalázatos kampány volt, de a jó Isten úgy hozta, hogy most itt ismét itt ülök. Igyekszem a törvényt betartva részt venni, és a törvényt betartatni. A jó dolgok mellett továbbra is kiállok, és megszavazom, amiben meg nem tudok állást foglalni, azt meg nem tudom megszavazni. Ennyi. Köszönjük szépen. Van? Igen, én csak inkább egy rövid felsorolást szeretnék mondani, mert mondjuk, hogy kifejteni. Ugye mindenki tudja, hogy miért kell gondolni ezekkel keretében. Inkább még a közeljövőt említeném meg, ugye itt az éves közmeghallgatás, egy ilyen közel másfél évre visszatekintve, inkább csak. Itt az újszülöttek támogatási csomagjának összeállításában vettem részt hatatósan. A Csetényi Sportegyesület működésének rendezésében próbáltam közreműködni, és amit tudtam, megtettem. A Halicsák Kastély Alapítvány újraélesztésében is megpróbáltam komoly szerepet vállalni. A bölcsői projekt sikeres lezárásához kapcsolatban is minden olyan döntést támogattam, ami azt eredményezte, hogy sikeres legyen ez a történet, és mielőbb birtokba lehessen venni. Az egyházi felkezetek és civil szervezetek támogatását is mindig előtérbe helyeztem, és természetesen támogattam, amikor erre lehetőség volt. Közreműködtem a családok támogatási formájában, ami formájának kialakításában, kidolgozásában, illetve a koncepció támogatásában, ami most valósult meg, vagy folyamatban van igazából. Aztán kulturális programok szervezésében, lemültásában, amire tudtam, közreműködtem. Volt itt múzeumok éjszakája program, akár költészetnapja, vagy sportnap, falunap ezekben, illetve településemnek társadalmi munkákban lehetőségem szerint szintén részt vettem. De így osztasolás még lehet, hogy lehetne folytatni, még lehet egy-két fontosat kihagytam, de igyekeztem megemlíteni néhány konkrét tevékenységet. Köszönöm. Ja. Igazából én ugye úgy kerültem be, hogy, hogy a lemondások után, akik felálltak, szintén bekerültem én is, és így szeretném is megköszönni, mert ez egy nagy megtiszteltetés, én úgy gondolom, hogy részt vettek az önkormányzat munkájában. Betekintést nyertem ugye itt a bölcsőre építésénél, hogy hogyan zajlik az egész. Úgy gondolom, hogy részt is tudtam venni benne, mint a bútorok összeállításában, illetve a konyha kialakításában. Továbbá az idősek napjánál tímával a csomagok elkészítésében, a kiszállításában is, ugyanúgy az önbakonyat munkatársaival együtt kivoltuk a csomagokat. Ez is egy hatalmas munka volt, én úgy gondolom. Illetve a legnagyobb siker számomra az az, mint ahogy a polgármester is említette, hogy a református egyháznak a felújításában támogatást tudtam kiharcolni az önkormányzat által és a képviselőtestület által. Ez nem gondolnám, hogy kis összeg, sőt nem is az. Nagyon örülök neki, hogy az egyházközség elfogadta ezt a segítséget az önkormányzattól, és hogy ott megvalósulhat. Remélem, hogy ezt jól fel is tudják használni, és igazából szeretném a munkát folytatni tovább, hogyha ezt majd a lakosság is úgy gyakorlja. Köszönöm szépen! Én is nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, akik nézik és hallgatják ezt a testületgyűlést, és nagyon nagy tisztelettel megköszönöm mindazoknak, akik bejutottak az ő szavazókkal, én is részben kerültem be, ugye a lemondások után ebben a testületben. Az elmúlt időszakról nem sokat tudok mondani, hogy sok munkában vettem volna részt. A bölcsedénél is nem tudtam sajnos részt venni a társadalmi munkában,
de polgármester úrnak jeleztem, hogy amennyiben lesz legközelebb is, akkor feltétlenül szeretném előre tudni, hogy arra az időre szabadságot tudja kérni és részt venni benne. Amennyiben tudok, hozzá szeretnék járulni a testületnek a munkájához pozitívan, de ehhez csak amit majd a szívem úgy diktál, hogy úgy érzem, hogy pozitív döntésekbe szeretném támogatni a testületnek a munkáját. A polgármester úr említette, hogy milyen költségbe kerül a dízelvezetés, az árkotnak a munkája. Én már korábban is beszéltünk róla, a Rákóczi utca előtti árkot, az saját költségemmel megcsináltatom, mert a korábbi polgármester ugye azért az én szememben nem volt egy ilyen nagyon nagy dicsőséges ura, az Albert Mihály, mert ő neki köszönhetően van az, de én azt vállalom, hogy az önkormányzat a arról a részről ne kelljen gondoskodni, azt megcsinálhatom azért is, hogy az ingatlanunkat át tudjuk adni, és ott megoldódjon a csapadékvizelvezetés úgy, amint régen is az működött. Szeretnék a társadalmi munkában részt venni, amint említettem is, bármiben megkereshetnek, és én nagyon nagy megtisztelésnek veszem én is, hogy itt lehetek, bár annak örültem volna, hogy azok, akik 19-ben bekerültek, azok vitték volna végig ezt a ciklust. Mert nagy megtiszteltetés, de viszont nagyon nagy felelősség is, igazából nagyon nagy belelátásunk, hogy mi hogy történt, nincs. Az elmúlt 3 hónap alatt nincs komoly, amit igazából fel lehetne mutatni, meglátjuk, hogy a következő hónapok mit hoznak, amint mondtam is, én pozitívan szeretném támogatni a képviselőtestületnek, a falunak és az önkormányzatok munkáját. Ennyit szerettem volna röviden mondani. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Köszönöm. Tiszteltem, köszöntöm én is a megjelenteket. Én 1998 óta vagyok képviselő. Igaz, volt 2 esztendő, amikor nem indultam képviselőnek. Ugye 99 karácsonyán jelentett fel az akkori polgármester hölgy, ugye becsületsértés, rágalmazás, stb. De ez már a múlt. De nem is akarom, hogy a múltat annyira a bajgatni. Inkább elég sok testületet éltem meg. Úgy próbáltam azért tanácsaimmal, vagy szavazatommal valahogy a testületek munkájában aktívan részt venni. Ugye bérből és fizetésből élő ember most legfeljebb ugye annyi volt, hogy hát felkészül a testületi ülésekre, próbál értelmesen hozzászólni, sőt, hogyha valami olyan ötlete van, vagy javító gondolata, akkor azt megpróbálja véghez vinni. Aztán van, akinél lehet, van, akinél nem lehetett. Ez mindig polgármester válogatja. Tehát úgy mondom, elég sok tapasztalatom van, és ugye 25 év után, szeptember 7-től alpolgármester lettem. Azóta hetente én is járok erre a szerdán reggel mindig ülésen, ugye a önkormányzati hivatal, és ott tényleg van rálátásom a hivatal, illetve az önkormányzatnak a mindennapi, a szürke hétköznapi munkájára, és higgyék el, hogy az elég nagy szervezést igényel. És szerintem megfelelő ez a munka. Én ugye ígértem szeptember 7-én, amióta alpolgármester vagyok, hogy a tiszteletdíjammal ugye jótékony szétszállítottam fel. Hát ugye ebben 3 hónapban 820 000 forintot tettem ilyen
ilyen célra. A testületi döntésekben próbálok részt venni olyan szándékkal, hogy talán meghallgatják a javaslatomat és elfogadják. Legutóbb ez a beiskolázási segélyként indult, de most már révbe ért, most ez a 10 000 forintos gyermekeknek jutó támogatás sikerült összehoznunk, így együtt, és ez jó leső nekem. Én egy szóval szeretnék kiegészíteni a korábbi beszédemet. Nem tudom, hogy azt mondtam el, vagy izgatottságomban ezt elfelejtettem, hogy a zseniálisnak nevezett Albert Mihály polgármester úrnak köszönhető a Rákóczi utcai kaotikus állapotát, őt értettem az alatt, mielőtt még bárki mást is értené. Köszönöm szépen, tisztelettel! Szeretném megköszönni mindenkinek a részvételt is, természetesen az éves munkáját, az az idő elnök vagy utána, meg a munkáját mindenkinek, aki az önkormányzat működéséhez bármilyen módon hozzájárult. Ez a közös hivatal munkatársaink keresztül az Ölöbakonyhoz tartozóan, de az intézmény, mint óvoda, mint Holics ellátogató központ, mint családsegítő, hiszen nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, a település életében szerintem még ilyen soha nem történt. Ennél rosszabbak ezek szerint történt 2000 nyarán, vagy elén, karácsonykor, de tanulva egy kicsit a hibákból képesek voltunk felülkerekedni azon személyes értettségeket, ami kialakította a mostani testületet, de szerintem a mostani testület is szépen lassan átlátja az önkormányzat működését és megelégedésével fog majd akkor 2024-ben is kandidálni a különböző feladatokra. Én külön megköszönöm a polgármester úrnak is, mert azt gondolom, hogy a bizalmát is vissza kellett nyerni, hiszen talán még le is írtam, hogy a bizalom az csorbát szembe lett, és hogy azt nehéz lesz újra visszaállítani. És talán azok a napok, meg ezek a tevékenységek, amiket mi elvégzünk a mindennapokban, az biztosítja őt is, ahogy a teljes lakosságot arra, hogy igenis az önkormányzatnál a dolgok jó irányba mennek továbbra is. Akár a holnapi nap is lehet ennek egy új bizonyítéka, amikor ugye megszervezésre kerül, megtartásra kerül a következő vásár, bár reggel 9 órára várnánk a lapátos embereket. Lenne egy órányi lapátolás, a hátsó sorból már ketten jelentkeztek, ezt köszönjük. Viccet félretéve, a mindenkinek áldott békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben, eredményekben gazdag, boldog új évet kívánok, és kicsi rezsiszámlákat. Jó? Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Viszontlátásra!